szemben 2016. júniusi kaliber, a 218. lapszám. Nézzük meg, mi van benne. Címlapon ugye a Walter CCP. Az újság a szokásos módon a friss hírekkel kezdődik, mint rovatta. Ezután következik most a jog és fegyver, melyben láthatjuk, hogy az ügyvéd úr már a fejét a falba veri egy ezredszerre felmerülő probléma miatt. Itt van benne még egy cikk arról, hogy felhívjuk a hatóság figyelmét, hogy ő is felhívta már a figyelmét az ügyfeleknek, hogy nem kell már erkölcsi bizonyítvány, egyáltalán nem kérhető január 1 óta. Persze azért foglalkozunk vele, mert egyes vidéki kapitányságot mégis kérik. Következő cikk a gránátvetős cikksorozatunk következő része, ami a forgótáros gránátvetőkkel foglalkozik, egészen a 30-as évekre visszanyúlóan, hogy ezek hogy alakultak ki. Folytatjuk a fegyverműves szakzsargonnal foglalkozó cikksorozatunkat is. És itt ugye a főcikk, a Walter CCP, ami egy igazán zseniális, nagyon szórakoztató kis hátrúgású kis pisztoly, érdekes műszaki megoldásokkal, viszont amit utáltunk benne, az a részleges szétszerelés és összerakása. És még pontos is egyébként. A idei Iván, a IVA cikknek a harmadik része következik, ugye itt a nem halálos önvédelmi eszközökkel foglalkozunk, tehát különböző traumatikus fegyverek, gázriasztó fegyverek, gáspék és hasonlóak. A vadászokra is gondoltunk, a Norma új vadászpőszer sorozatát kezdtük el bemutatni. Ismét van egy Airsoft cikk, ami a Colt M4A1 alakú AEG Airsoft fegyvert mutatja be. Ez pedig az UMAX Elite Force 128 taktikai zsebb és kemény nyúzó tesztet.